Maja Lönde, hónővér, 10. fejezet. Hedvig egyenesen a mély víz felé úszott, annyira biztosnak érezte a tudását. Jó volt látni, mennyire biztonságban érzi magát. Eleinte jónak tűnt minden. Hedvig azt tette, amit tanítottam neki. A karja gyorsan csapkodott, előre-hátra, és a lába is ugyanolyan tempóban járt föl le. Úgy festett, mindent tökéletesen csinál. Sikerült néhány métert előbbre jutnia, de talán főleg azért, mert az elrugaszkodáskor jó lendületet vett. Aztán megállt. Láttam, hogy erőlködik, jártak a karjai és a lábai is, de nem jutott tovább. Csak lefelé haladt. Teljesen lemerevettem. Hedvig kapálozott, prüszkölt és erőlködött. De mozdulatai semmit sem értek. Süllyedni kezdett. Addigra már jóval beljebb ért. Épp annyira, hogy már ne érjen le a lába, és nem haladt se előre, se hátra, se fel. Egyre csak süllyedt. Elmerült. Mintha akkor hirtelen felébredtem volna. Előre vetettem magam, olyan gyorsan úsztam felé, ahogy csak bírtam, és elkaptam a karját. Amint a fejét feltoltam a felszínre, levegő után kapkodott. Kifelé húztam magammal, amíg már mindkettőnknek leért a lába, csak akkor bírt megszólalni. Azért... jó, hogy bejöttél, értem. Ne haragudj, mondtam. Nem lett volna szabad hagynom, hogy beúszta mély vízbe. Én úsztam be oda, tiltakozott. Nem a te hibád. Csak annyira biztos voltam benne, hogy sikerülni fog. Nem sokára sikerülni is fog, feleltem. Csak még gyakorolnod kell egy kicsit. És így is tettünk. Egyre csak gyakoroltunk. A sekély vízben maradtunk, mert nem éreztem kedvet újabb fulladás közeli helyzetekhez. Úgy tűnt Hedvig sem, mert pontosan követte az utasításaimat. Rettentő ügyes és türelmes diáknak bizonyult, én pedig azt hiszem ügyes és türelmes tanárnak. De nem volt elég, hogy mindketten ügyesek vagyunk, és az sem, hogy türelmesek. A dolog ugyanis úgy állt, hogy képtelenség volt Hedviget megtanítani úszni. Bármennyire igyekezett is, mindig elsüllyedt. Ahányszor csak próbálkozott. Kísérleteztünk a mellúszással, a hátúszással és a gyorssal is. És megpróbáltam megtanítani neki az összes trükköt, amit apától és az úszóedzőmtől tanultam. De semmi sem használt. Hedvig egyszerűen képtelen volt úszni. Végül már csak állt a sekély vízben, tekintete, amelyből máskor vidámság áradt, teljesen eltompult. Minden rendben? Kérdeztem, és óvatosan a karjára tettem a kezem. Nem felelt. Hedvig, nem szabad feladni, mondta halkan, de nem úgy tűnt, hogy komolyan gondolja. Talán tartsunk egy kis szünetet, vetettem fel. Bólintott, de nem nézett rám. Igen, alig, ha nem kell egy kis szünet. Leültünk a padra, közvetlenül az ablak mellé. Ott álltál kint, mondtam, és kifelé mutattam. Amikor először megláttalak, az orrodat az ablaknak nyomva, így, tettem a tenyeremet az orromra. Egy malacra hasonlítottál, egy aranyos malacra. Aztán vártam, hogy ez majd megnevetteti, de továbbra sem szólt egy szót sem. Észrevettem, hogy könnybe lábad a szeme. Annyira elkeseredett amiatt, hogy nem sikerült úsznia. Hedvig, szólítottam meg óvatosan. Gyorsan bólogatni kezdett. Jó, jó, tudom, nem baj, ha nem sikerül. Vigasztaltam. Gyakorolhatjuk majd addig, amíg úgy nem úszol, mint egy hal, vagy egy delfin. Nem szabad feladni, mondta megint, mintha tanulta volna valahol. Nagy levegőt vett. Csak elhallgatott. Igen, vártam a folytatást. Nem tudom, valaha sikerülni fog-e. Micsoda? Üledeztem. Hát persze, hogy sikerülni fog. De olyan érzés, mintha a testem nem akarná, mondta Hedvig. Mintha, hogy is mondjam, fizikailag képtelen lennék megtanulni úszni. Lehet, hogy nem te vagy a legnagyobb úszó tehetség, ismertem el, de attól még nem lehetetlen. De igen, erősködött Hedvig. Szerintem igen. De hát miért? Firtattam. Hedvig elfordította a fejét és rám merett. Kinyitotta a száját, mintha mondani akarna valamit, mintha el akarna mesélni valamit, valami nagyon fontosat és komolyat, de aztán úgy tűnt, meggondolta magát. Akkor talán folytassuk, mondta halkan. Igen, lepődtem meg.
A medence felé bámult, úgy tűnt, mintha tényleg vonakodna elmondani valamit. Meglátod, a végén menni fog. Nem tudtam, mit mondjak. Nem így terveztem, nem ilyennek képzeltem el ezt a napot. Nagyon bíztam benne, hogy láthatom majd, ahogy sikerül neki, de csak szomorúság lett belőle. Időnként azért érdemes megpihenni, feleltem. Kimerülten semmit sem lehet megtanulni. Ezt is apa szokta mondani, amikor alább hagy a lelkesedésem. Tényleg? Kérdezte Hedvig reményteli arccal. Tényleg, bizonygattam. Így megy ez, amikor az ember tanul valamit. Először gyakorolni kell, aztán pihenni, aztán megint gyakorolni, és amikor pihenés után újra gyakorol az ember, akkor hirtelen egy csomót fejlődik, akkor is, ha közben nem csinált semmit. Ez komoly? Kérdezte Hedvig. Teljesen, feleltem. Szerintem most menj haza és feküdj le a kanapéra. Arra a nagy, kényelmes kanapéra, amin az a sok párna van. Igazad lehet, ismerte el Hedvig. Igen, mondtam. Igazam van. Zuhanyozás és átöltözés után az úszoda előtt találkoztunk. Időközben megint esni kezdett a hó. Hedvig az ég felé fordította az arcát. Újra olyan volt, mint mindig. Visszatért a vidáménye, minden szomorúság elillant belőle. Ugye milyen szép? Kérdezte. Hóbelyek szálltak az arcára. Ühüm, feleltem. Előre nyújtottam a kezemet, és hagytam, hogy három nagy pehely telepedjen a kesztyűmre. Gondolkodtál már azon, hogy a hó tulajdonképpen vízből áll? Kérdezte Hedvig. Különös, hogy az, ami ilyen fekete, sötét és nehéz, ennyire könnyű, lágy és szép is lehet. Igen, válaszoltam. Úgy értem, ezzel még sosem gondolkodtam. Nincs két egyforma hópehely, közölte Hedvig, és a természet alakítja őket ilyenné. Minden egyes példány más, mint a többi. Ezt észrevetted már? Nem, ismertem el. Igazából ezt sem. A hókristályok szinte súlytalanul ültek le a kesztyűm gyapjú szálaira. És valóban, az egyik úgy nézett ki, mint egy hatágú csillag, a másik egy fogaskerékre hasonlított, a harmadik meg leginkább egy kibomlott rózsára emlékeztetett. A hónál jobban semmi sem kerít karácsonyi hangulatba, közölte Hedvig. Rám mosolygott. Neked mitől lett karácsonyi hangulatod? Nem tudom, feleltem. Pedig igazából tudtam. A mézes kalács, a fenyő, a füstölő és a kakaó illata. A feldíszített karácsonyfa, a forgó mécses dísz csilingelése. De nem magyarázhattam el mindezt Hedvignek, mert akkor Junóról is mesélnem kellett volna. Haza kell mennem, mondtam. És neked is, mert sokat kell pihenned. Attól leszel nagyon ügyes. Igen, felelte Hedvig. De Noel? Igen. Holnap csinálhatunk valami olyat, amiben jó vagyok. Mire gondolsz? Úszás helyett. Igen? Jó. Micsodát? Korcsolyázzunk, mondta Hedvig, és rám mosolygott a sok szeplőjével. Van korcsolyád? Van, válaszoltam, de nem vagyok valami ügyes. Hiszen úgy pont tökéletes. Találkozzunk háromkor a koripályán a parkban.